filmben egy folyamatnak a része, az nem biztos, hogy fotó. Tehát, hogyha azt kiveszünk darabonként. És ezért a filmfotósnak az a dolga, hogy valami úgynevezett jelenet fotó, ami gyakorlatilag nagyjából az, amit a kamera lát. Aztán vannak más feladatok is. Többek között például, hogyha filmben megjelenik egy kép, azt úgy hívják, hogy játszófotó, hát azt is meg kell csinálni. Például a Deltában nagyon szép ilyen vízzel ment, tehát vagyis a vízzel mentünk a forgatásra, ilyen kis motorcsónakokkal, és ilyen nagyon szép reggelek voltak. És hát az egyik nap szóval ősszel volt, hogy esett, elnéztük az eső, és valami külső jelenetbe bepárás volt a kamera. Most ezt tudni kell, hogy ez semmi szín alatt nem szabad letörölni az optikát, hanem ilyenkor egyet lehet tenni, várni. És hát miután ott vártuk a kocsmában, hogy elálljon az eső, ez alatt mindenki elázott, és a végén nem sikerült felvenni ezt a jelenetet azon a napon. De ez jellemző egyébként a filmforgatása, nem a bemutatás, hanem az, hogy nagyon sokat kell várakozni. Egy fotósnak azért mégiscsak unalmában is jár a szeme, hogy próbál találni magának valami szórakoztató elfoglaltságot. Úgyhogy pont a Bibliothèque Pascale forgatása során eltöltött idő alatt összeállt egy saját kiállítási anyag is. De elég sok éjszakai forgatás volt jelenet, és hát ehhez elég erős ilyen lámpák kellenek, a filmes világítás. A filmen kívül szűrődött fények nagyon érdekesek voltak, és annyi időt töltöttünk együtt ezzel a filmmel, hogy még arra is jutott, hogy egy kicsit másra is figyeljek be. A kész film egy kicsit mindig ilyen csalódás, mert tudjuk, hogy mi minden volt még, és hogy az csomó meg kimaradt.